Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, Latin Amerika kutató, köszönöm, hogy elfogadtam Megkívást. Jó napot kívánok a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallják. Mi az, ami most Brazíliában történik? Lázadás? Úcs? Mi fogalmaik szerint? Mi van ott? Lehet, hogy még korai ezt definiálni. Ami biztos, hogy van azért a brazil társadalomnak egy olyan elégedetlen rétege, aki nem feltétlenül akarja elfogadni azt, hogy Bolsonaro vesztett az elnökválasztáson, és ennek olyan eszközökkel is hangot kíván adni, ami nem feltétlenül fér bele egy demokratikus jogállamnak a, a keretein belül, és mondjuk kimerít bizonyos jogi felelősséget. Ugye voltak ehhez hasonló, Megmozdulások decemberben, amikor ugye a kamionosok lezártak bizonyos főutakat, és meggátolták a, a forgalmat, személy és áruforgalmat. Ez ugye azért problémás, mert Brazíliának azért egy jelentős kiviteli terméke, különböző trópusi gyümölcsök és olyan um, élelmiszertermékek, amik nem feltétlenül állhatnak két-három napon keresztül teherautón. Tehát ugye ez is problémát okozott a, a, az akkori e, gazdasági szereplőknek, és hát most, hogy Lula ugye hivatalosan is már elnöke január 1 óta Brazíliának, e, ők meg akarták mutatni, hogy azért annak ellenére, hogy ő elnök, nem feltétlenül ura a helyzetnek, és hogy egy ilyet meg tudnak csinálni ők. Ez az ellentábor, egy azért hangos kisebbségről van szó, azért ezt lássa mindenki tisztán. Ezzel megmutatták Lulának, hogy azért ők, ők még azért itt szóhoz fognak, meg akarnak jutni. De mekkora az a réteg, amely Bolsonaro elnök támogatója? A választás nagyon szoros volt. Ez így van, de nem jelenti azt, hogy mindenki, aki a bolsonaro szavazott, az szélsőséges jogállami kereteket túllépő lépéseket támogatta. Tehát azért ezt lássuk be, hogy nagyon hasonlóan a két évvel ezelőtti kapitóliumi ostromnak nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden republikánus támogatta azt a pár ezer főnyi embert, aki betört az ország egyik szimbólumába, és ott gyakorlatilag rongált és Vandál módon viselkedett, valami nagyon hasonló volt itt Brazíliában is. Azt gondolom, hogy az ihletet is körülbelül onnan kapták ezek a, a, az emberek. És azért azt is jó látni, hogy ez nem egy spontán dolog volt, tehát ez egy nagyon jól megszervezett, eh, idővel eh, csiszolt stratégia volt, hogy hogyan jutottak el addig a pontig, amikor a különböző WhatsApp csoportokban ők azt használják legtöbbször egymás között kommunikációra, kiküldtek egy hívószót, és akkor hirtelen mindenki elindult a, a három hatalom tere felé, ami a, a Brazília városnak az egyik főtere, ahol a három főhatalom a bírói, a törvényhozó és a, a végrehajtó elnöki hatalomnak a palotája áll egymással szembe, és egyiket a másik után szépen bevonultak, törtek, zúztak, bizonyos dolgokat elvittek, ez is egy fontos, érdekes dolog, hogy miket vittek el, erre kitérhetünk Alkottmány később. Alkotmány eredeti verzióját. Például meg a Neymar és több brazil válogatott által aláírt futballlabdát, amely kongresszusba volt kitéve, meg fegyvereket, a helyi biztonsági őrségnek az éles fegyvereit lőszerekkel elvitték, elvittek bizonyos miniszteri és felsővezetői irodákból adathordozókat, pontosan tudták, hogy hova mentek, pontosan tudták, kinek az irodája, és pontosan tudták, hogy melyik adathordozót kell elvinniük. De, hogyha ezt így megszervezték, akkor a szervezők pontosan megmondták, hogy hova kell menniük, Ez és így. mit kell elhozniuk. De, hogy... ha ezt WhatsAppon szervezik, akkor elméletileg vissza lehet követni, hogy ki adta ki az utasítást. Az igazságügyi miniszterik azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy kik fizették a buszokat például. Például. Ilyet. Tehát, tehát most egy elég hosszú um, felgöngyölítő munka vár azért a, a, a nyomozó szervekre. Azt gondolom, hogy nem, tehát nem, vagyok benne biztos, hogy meg fogják találni az értelmi szerzőt, aki az egésznek a legvégén áll. Bizonyára meg fognak találni olyanokat, akik fizették a buszt, akik szervezték az embereket, akik adták a belső információt, hogy melyik teremből milyen anyagokat hogyan kell elvinni. Tehát ezek biztos meg lesznek. Ugye most már külön honlapot hoztak létre arra, hogy azonosítsák az embereket, akikről van valamilyen típusú videófelvétel, elkezdték be azonosítani az embereket. Ugye ezek a, a különböző vandalizmusnak azért része volt az, hogy hát széklet és vizeret mintát hagytak hátra bizonyos vandalírozók a különböző irodákban. Ezekből DNS minták, az fognak venni, van, aki elvágta az ujját, mikor az üvegette, törte be. Abból is viszik a DNS mintát, tehát szépen meg fogják egyesével keresni ezeket az embereket, és valószínűleg bíróság elé fogják állítani. És hát elég egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy ott ki mit csinált, mert ugye be vannak kamerázva ezek az épületek kívül belül. Az alkotmány első verziójának elvételét azt értem, ez egy szimbolikus dolog. A focilabda, Igen. az minek kell? Hát valakinek megtetszett. Hát, ugye, ebből a több ezer emberből, aki betört ezekbe az épületekbe, nem mindenki um, a vezetője volt ennek a társaságnak, tehát ebbe volt csőcselék, aki egyszerűen vitte magával a lendület, és meglátott egy Neymar aláírásos focilabdát. Tudta, hát, hogy az a Neymar, azt, de nem tudta, hogy mi ez az alkotmány. Hát amikor a 18. századi um, portugál királyi órát földhöz csapnak, aranyozott órát, amikor a régi brazil elnökök képére Hitler-bajszot festenek, amikor az eredeti tervekben szereplő festményeket, amik 1950-es évekbe való nagyon szép festmények, késsel végigfagdossák, mit ártott az a szerencsétlen festmény bárkinek, aki brazil. Tehát ezek nem, tehát nem képviselnek semmilyen szimbolikát, se pro, se kontra Bolsonaro felé, vagy Lula felé. Ez egyszerű vandalizmus volt. Miért nem lépett közbe a brazil biztonsági mm. szervezet? Most belerültek az érdekes képek, kérdésekhez. Amikor igen. Uh, egészen vidámon videózták saját magukat, meg a támadókat. Vagy mondjuk szinte kísérték be az épületbe őket a vandalőrözők előtt sétálva. Ilyen felvételek is vannak, és felmerülnek bizonyos kérdések. Ugye itt az első kérdés, az ott merül fel, hogy a rendőrség miért nem akadályozta meg, az már csak egy következő lépés. Miért nem tudtak előre egy ilyen szintű szervezkedésről? És akkor azt kell mondjam, hogy már kint vannak a, azok a hírek a brazil hírportálokon, hogy tudtak. Tehát a brazil titkosszolgálat 48 állami szervnek 24 jelzést küldött az elmúlt egy hétben, hogy a tüntetők mire készülnek. És az állami szervek? Van elmélet, hogy miért nem léptek? Elvileg Brazília város és ezeknek az épületeknek a biztosítása az a Brazília városi szövetségi állam, ugye a Brazília szövetségi állam úgy, mint Németország, vagy az Egyesült Államok, az adott államnak a rendőrsége kellene, hogy biztosítsa. Most ennek az államnak a kormányzója és a rendőrséget felügyelő államtitkár az mint bolsonaro régi harcostársa, az egyik az volt igazságügyminiszter a Bolsonaro kormánynak, és hát felmerülnek olyan kérdések, hogy vagy túl jó hiszemük volt, te jó hiszemű volt mindkét politikusa a tüntetőkkel kapcsolatban, vagy mondjuk bőrészességet követtek el, akár szervező is lehettek, akár csak egyszerűen nem érdekelt őket, hogy mit fognak tenni a tüntetők, amennyiben betörnek. Tehát van egy ilyen típusú felvetés. Van egy másik felvetés, hogy maga a rendőrség és a fegyveres erők körében is azért nagyon sok bolszonáró támogató van, akik különösebben nem volt érdekük, hogy az útját állják ezeknek az embereknek. Én azt gondolom, hogy ez a kisebbik esély, tehát ennek kevesebb esélyt adok, hogy ez tényleg így történt. Az, hogy nem voltak felkészülve, az biztos. És hogyha az ember azt látja, hogy átlag rendőrként, hogy 3000 ordit, ember fut vele szembe, akkor nem ő lesz az, aki hirtelen hősként úgy keresztbe teszi a lábát, hogy na, itt most álljon meg a tömeg, mert jól látható volt, hogy nagyon kevés rendőr volt a, a környéken, amikor ez a, a tömeg hirtelen megrohamozta a területeket. És ugye amikor ez a három épületből az első már rohamalat volt, akkor már Lula, aki egyébként Szampaulóban volt, pár ezer kilométerre Brazília várostól bizonyos volt valami természeti katasztrófa, ahol oda körbenézett és a segélyeknek a szétosztását próbálta meg figyelemmel követni, és ő egyből megszakította az útját, és azonnal át, tehát aláírt egy olyan dekrétumot, amiben a biztonsági feladatokat elvette a Brazília, a Brazília Városi Szövetségi Állam rendőrségétől, és úgynevezett szövetségi szintre, tehát mondjuk mint az FBI az USA-ban, azonnal megkért, hogy avatkozzanak be. És ez volt az a pillanat, amikor az ottani szövetségi rendőrség a rohamosztaggal együtt elkezdett kivonulni. Tehát ugye ez nem három perc, mire ők a laktanyákból összeszedik magukat, rákészülnek több ezer embernek a kordában tartására. Tehát ugye ez körülbelül két óra volt, mire ők kértek és elkezdték kitessékelni. könygázzal, gumibottal, rendőrrohammal, ahogy tudták, az embereket az épületekből, csak addigra már ugye amit akartak, azt elvittek. De hogy lehet az, hogy a január 1 i hivatalban lépés óta e, nem cserélte le a biztonsági főnököt meg a kormányzót? Lula elnöknek meglehetősen nagy tapasztalata van a brazil belbiztonságról, meg a bőrkén körülményekről is, mert ült ott korrupciója. Hát mondjuk ez kettő között nincs feltétlenül összefüggés. Hát pontosan, tehát pontosan a szövetségi, a Igen, a szövetségi állam kormányzóját az emberek választották, tehát ezt ő nem tudta lecserélni. Tehát ő egy, egy, választott kormányzó, és a kormányzó döntött el, hogy kit tesz meg a saját államtitkárainak, minisztereinek, és mivel a kormányzó maga Bolsonaro szövetségese volt, ezért a korábbi igazságügyi miniszter kinevezte kvázi helyi belügyminisztéri, most így lehet leegyszerűsíteni, rendőrséget felügyelő miniszteri. Akit egyébként maga a kormány kormányzó kirugott még abban a délután, vasárnap délután, amikor megtörténtek ezek az események, azonnali hatája felmentette őt. Pár órával később meg őt is felfüggesztették egyébként. A legfelső bíróságnak van arra a lehetősége, hogy idéglenesen felfüggeszen a kormányzókat, vagy bármilyen tisztségviselőt, amennyiben az jelentősen hát nem Végzi a munkáját, vagy valami törvényt sért, és úgy döntött a legfelsőbb bíróság, miután az legfelsőbb Bíróság épületét elfoglalták, hogy nem tette meg a szükséges lépéseket a kormányzó, az igazságügyi a szövetségi, tehát az állami szintű igazságügyi minisztert már nem tudták felfüggeszteni, mert addigra kirúgta a kormányzó, cserébe a kormányzót viszont szintén felfüggesztették. De. Tehát, hogy ezért. Mi -e a brazil elnök e, jogi? pozíciója egy ilyen helyzet kezelésére? Hol van ő a hatalmi szerkezetben, egy szövetségi államban? Hát ő a legfelső ponton van, és rendkívüli állapotot is hirdetett ki, amivel ugye a rendkívüli jogköröket is kapott azzal a lendülettel, de ugye erre nem nagyon van szükség a mostani körülmények között, mert ugye a rendőrség aznap estére körülbelül rendet hétfő délelőtt már a, 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 maradékát a tüntetőknek, akik mondjuk nem menekültek el a rendőratak után, vagy nem tartóztattak le, ugye még aznap este, vasárnap este 200 embert letartóztattak, ez hétfőn már ezer főre nőtt, akik ellen nem volt azonnali hát olyan gyanú, hogy valami bűncselekményt követtek el, és a különböző ilyen sátorvárosokból, amiket a tüntetők használnak az ott tartózkodáshoz, a rendőrség mindenhol feloszlatta. Tehát Rio de janeiro kezdve San át Brazília városig az összes ilyen tüntető sátorvárost, azt felszólította az embereket, hogy vagy egy órán belül összepakolnak és elhúznak, ahova akarnak, vagy ők fogják megtenni a pakolást könygázzal, meg gumibottal, és az emberek 95%-a összecsomagolt, és csak nagyon kevés embert kellett gyakorlatilag nekik kitessékelniük. Mi Lula elnök feltételezhető érdeke? Végigvinni a felelősségre vonást egészen, ha talál a politikai pozíciókig, vagy adni egy ennesztiált, és azt mondani, hogy jó, de többet ilyen ne legyen, mert béke kell az országban. Uh -huh. Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy példát kell statuálnia, tehát még egy ilyen nem fordulhat elő, se a Brazília városban, se São paulo se máshol. Azt gondolom, hogy mindenkit felelősségre fog vonni, és ha találnak olyan magas szintű politikai szervezőt, ami mondjuk nem feltétlenül Jair Bolsonaro, aki egyébként ugye már kvázi nyaral Floridában, hanem mondjuk hozzá közelálló szövetségest, aki ezeket a dolgokat megszervezte, és találnak olyan megdönthetetlen bizonyítékot, ami tényleg mondjuk egy hangfelvétel, vagy egy videófelvétel, amit nem lehet letagadni, mert tényleg ott van a, az arcával, és azt mondja, hogy ezt meg kell szervezni. Én azt gondolom, hogy végig fogja vinni. És habban abban az esetben, hogyha jogerősen elítélik ezt az embert, tehát eljut arra a szintre, hogy és akkor most börtönbe kell vonulni, majd akkor fog elgondolkozni azon, hogy adjon -e neki amnestiát vagy felmentést a börtönbe kerülés alól, vagy sem. Jegyzem meg, neki se adott senki, Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy majd pont ő fog bolsonaro adni, mondjuk, ha esetleg eljut oda, vagy Bolsonaro fiának, vagy valamelyik politikai szövetségesének. 18 hónap, ha jól emlékszem, annyit volt börtönben? Igen. Ez a 18, 18 hónap, körülbelül... ez egy elnök számára, ez egy nagy tapasztalat? Vagy hát, Brazíliából a szempontból más? Hát szerintem 18 hónap egy börtönben az bárkinek nagy tapasztalat, aki nincs ehhez hozzászokva, és nem biztos, hogy pozitív fel, felhangon tapasztalat. De azért azt is tegyük hozzá, hogy az, hogy ő börtönbe kerülhetett, abban azért nagyon komoly mahináció volt mögötte, és olyan törvénysértéseket követett el a vizsgálóbíró az ügyésszel együtt, ami miatt kiengedték őt, és utólag minden vádpont alól felmentették. Mert olyan szintű szabálysértéseket követett el az ügyész a vizsgáló bíróval. Nem lehet azt mondani, hogy Lula biztosan ártatlan, sőt valószínűleg nem százszázalékosan ártatlan, de olyan dolgokért került börtönbe olyan eljárási hibákkal, amit nem feltétlenül érdemelt mondjuk meg. Érdeke egészen az ex-elnök bolzonáróig elvinni a felelősségre vonás folyamatát? Politikailag már megvádolta őt, hogy ez Igen. az ő bűne, mert hogy ő kezdte felépíteni azt a forgatókönyvet, hogy elcsalták a választásokat a brazil elektronikus választási rendszerbe való belenyúlás lehetőségének meg Érdekel vinni Bozonárodik? Szerintem igen. Tehát azzal, hogy a legfőbb riválisát e, e, konkrétan be tudja mondjuk az igazságszolgáltatás bizonyítani, hogy bűnös, ez ez bárkinek az érdeke szerintem, hogy kiderüljön egy politikusról, hogy ő ilyet képes meg hajlandó megszervezni, vagy megcsinálni, vagy áldását adni rá. De az, hogy utána börtönbe menjen-e, vagy sem, ez már egy másik kérdés. Már csinált lulából a börtön? Volt szerepe az ő bebörtönzésének ebben a választási eredményben? Bizonyára volt. Üm, ugye az érdekes, hogy amikor bolsonaro megválasztották, már akkor is Lula lett volna a, a jelölt, a, a munkáspárt jelöltje, de pont akkor került börtönbe, ezért nem indulhatott el Bolsonaro ellen, még ugye négy évvel ezelőtt. Ha elindult volna, akkor van szeg szóval megnyerte volna, és nem Bolsonaro lett volna az elnök az elmúlt négy évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy segített neki az, hogy meghurcolták, utólag kiderült, hogy hát ártatlanul, nem ártatlanul, de mindenképpen szabálytalanul, és nem a szabályos bírósági eljárás keretében ítélték el, és hát ha valaki ilyet csinál, hogy az ügyész összebeszél a bíróval rendszeresen, hogy, és ilyen kérdéseket tesznek fel egymásnak üzenetként, hogy na, hogyan juttassuk Lulát börtönbe, be, ezért ez egy jogállamban megengedhetetlen és ez megtörtént történt Brazíliában. Brazília jogállamnak számít? A, ugye a mi fogalmaink szerint tudjuk a jogállamot értelmezni Hatalmi a elválasztása, független igen. bíróság, de rendszer szerint jogállam Brazília. Én azt gondolom, hogy igen hát ha nem is a legtökéletesebben működő, de de egy működő jogállam, ahol egy volt elnök is ugye elítélésre kerülhet. Hát az, hogy ennek a formája hogyan történt szabályosan, nem szabályosan de nem nem akadt, tehát hogy maga Lula megtehette volna, hogy ő is külföldre menekül, megtehette volna, hogy milliós tüntetéseket hív össze, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, és azt mondta, hogy szabályos bírói eljárás, akkor még úgy tűnt, hogy szabályos bíróság eljárás végén, ő mindig azt mondta, hogy ártatlan, és hogy szerint ez egy koncepciós per, de a bíróság független, és ha elítélte, akkor be fog vonulni a börtönbe. Ugye azt néz... gondolom, hogy jogállam, igen. Hogy néz ki a brazil belpolitika megosztottsága? isták meg lulisták? Két nagy tömb? hát ennél sokkal bonyolultabb. Tehát ugye Brazília méretét tekintve földrajzilag ugye a világ egyik legnagyobb országa, talán az ötödik legnagyobb ország. 8 millió 547 ezer négyzetkilométer. Kilométer. Igen. Kimondani is hát, hogyha, egy Ha valaki egy az egyben rátenné Brazília, Brazíliát Európára mondjuk a térképen, akkor az Lisszabontól szentpétervárig várig tartana, és északon pedig bőven Norvégiától lefele Algériáig ez a mérete összehasonlításként Brazíliának, tehát nem véletlen, hogy ez szövetség államról van szó, tehát egy centralizáltan egy ilyen országot nem lehet gyakorlatilag uh, irányítani, vagy hát diktatúrába lehetne maximum, de az sem biztos, hogy hatékony lenne. Egy hatalmas államról van szó, hatalmas földrajzi különbségekkel, hatalmas társadalmi különbségekkel, és ugye ezeknek vannak bizonyos, um, um, hát nevezzük úgy, hogy um, um, földrajzi és társadalmi különbségek, amelyek em, előről kezdem. Tehát észak-kelet Brazíliában, ami az Atlanti óceán partján van, oda érkeztek annó Tehát az a területe Brazíliának, ami az Atlanti óceán partján van, ott gyakorlatilag 80-90 százaléka a lakosságnak az valamilyen vagy kevert, vagy teljesen fekete népességű brazil és minél jobban megyünk dél-nyugat felé, tehát lefele Argentína és Uruguay irányában, annál nevezzük így csúnyán európai vagy fehérebb a lakosság, európai bevándorlók, lengyelek, németek, magyarok, olaszok, portugálok, de rengeteg mindenféle nemzetiség bevándorolt, és annál kevesebb a színesbőrű, és annál gazdagabb a terület. És ez nagyon érdekes, ez földrajzi társadalmi megosztottságot jelent, hogy azok a területek, amelyek vagy az eredeti őslakosok által lakott, vagy a korábbi rabszolgák, behurcolt rabszolgáknak a leszármazottai által lakott terület, azok a legszegényebbek. De van valamilyen brazil identitás, ami az összes brazilt összeköti egy valamiben? És amire azt mondják, hogy mi vagyunk a brazilok? Hát ez nagyon hasonló a válasz erre, mint az Egyesült Államok esetében, kik az amerikaiak. Akik elmentek máshonnan. És akiket befogadott az adott társadalom, valamennyire beszélnek angolul, és ők magukat amerikainak vallják. A brazilok esetében tekintve, hogy szerintem nincs olyan brazil, aki száz százalékban vagy fekete-afrikai, vagy európai, vagy kórea, vagy japán lenne, mert olyan szintű olvasztó tégei Brazília, hogy mindenkibe szerintem mindenféle genetikai elem megtalálható. Ezért az a brazil, aki beszél portugálul, és brazilnak vallja magát gyakorlatilag. Hogy néz ki a politikai? tábla. Északon, középen, délen. Igen, tehát a választási, ugye rádióban vagyunk, nem tudok térképeket mutogatni, de mondjuk az óráimon szoktam ilyen típusú térképet mutogatni, hogy ki, hol, hogyan szavazott Bolsonaro és Lulára, és ugyanez a térkép, ami a szegénységi térkép, ahogy az előbb mondtam, észak-keletről délnyugat van menve, az észak-keleti területek, ami a legszegényebb és a leg... Um, hát társadalmilag szinte már homogén e, terület értem ez alatt, hogy a bevándorlók, tehát a behurcolt rabszolgáknak a leszármazottjai vannak, ők szavaznak Lulára, tehát a nagyon szegények, a társadalom nagyon hátrányos helyzetű rétege, és e, minél inkább európai, és mindkén inkább középpolgári vagy nagypolgári a, a lakosság, annál inkább bolsonaro szavaz. Úgyhogy alapvetően ez a megosztottság, ez korábban is így volt, tehát amikor Lula az első elnöki ciklusát kezdte meg a 2000-es évek elején, akkor is jól látszódott, hogy Észak-Kelet-Brazília az 90-80 százalékban Lulát támogatja. Ez most azért nem volt ekkora mértékű, de így is voltak olyan területek, ahol 70-75 százalék a Lulára szavazott, és voltak olyan területek, amik gazdagabbak némileg, ott kiegyenlítődött, tehát Rio de Janeiro környékén Minas Gerais szövetségi államban, ott kb. 50-50 49,9 és 50,1 százalék volt Lula javára, és onnan pedig lefele menet Uruguay irányába egyre többen bolsonaro szavaztak. Tehát ez egy nagyon jól látszik a térképen. A baloldali meg a konzervatív jelzőkkel leírható Lula és Bolsonaro politikája, vagy nem írható le? Hát európai értelemben vett baloldali és jobboldali definíciók, azok nem igazán alkalmazhatók a latinamerikai térségben. Tehát vannak politikai szövetségek, vannak bizonyos közös hívószavak, amelyeket használnak a pártok, mondjuk Európában és Latin Amerikában is, de ez alapvetően inkább hívószavak, inkább csak egy-két olyan pont, mint mondjuk a család, meg biztonság, amit mondjuk az ottani Bolsonaro párt szintén zászlára tűzött, és mondjuk a szegényeknek, az elesetteknek a segítsége Környezetvédelem van, meg inkább a baloldali pártokra jellemző mondjuk Európában is, meg, meg Brazíliában és más latin-amerikai országaiban is. De ha megnézzük, mondjuk gazdaságpolitika és tényleges társadalompolitikai döntésekben, Nincs ilyen típusú baloldali, jobboldali megfeleltethetőség az európai baloldali, jobboldali irányába, úgyhogy nem, nem lehet -e ugyanabba a kategóriába sorolni őket? Végül is mi döntött el a választást? Mi volt-e volt benne egy döntő motivum, hogy ez a szűk különbség kijött Lula javára? Egy döntő motivum nem volt benne. ugye az első forduló ugye már eleve nagy meglepetés volt, hogy Bolsonaro olyan magas arányt ért el, és az is meglepő volt sokak számára, hogy Lula nem ért el az abszolút többséget az első fordulóban. Ugye nem sok hiányzott neki, de azért hiányzott neki. És ugye a két forduló között egy olyan aktív kampányt folytatott Bolsonaro, olyan szintű társadalmi csoportokat próbált meg elérni, akiket korábban nem annyira nem foglalkozott velük, vagy éppen nem ő volt a bázis, és sikerült. Ugye gyakorlatilag Bolsonaroik azzal riogattak, ha Lula visszatér, akkor ugyanaz a venezuelai diktatúra, gazdasági összeomlás, ugye ilyenek is riogattak, hogy megtiltják a, a vallásaikat, tehát hogy a protestáns kis keresztény egyházakat be fogják majd tiltani, tehát nagyon durva ugye olyan információkat terjesztettek, ami teljesen egyértelmű, hogy hamis volt. A Luláig pedig ugye azt mondták, hogy ha így folytatódik a következő négy évben is, vagy az előző négy év, akkor pedig egy jobb oldali diktatúra lesz Bolsonaro vezetésével, hogy az emberi jogokat sárba tiporják, tönkreteszik az Amazonaszt, a szegényeket kiközösítik, a, a fekete származásokat még inkább el fogják nyomni. Tehát egy mind a két äh, 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 nagy politikai tábor, antikrisztusként próbálta meg beállítani a másik jelöltet. Beszokott ez válni a politikában azért? Beszokott, hát itt is majd nem bevált, ha úgy vesszük, mert azért Bolsonaro jelentősen tudta javítani az első fordulóhoz képest a szavazatait tehát több millió szavazattal többet kapott, Lula pedig sokkal kevesebbet szavazatot tudott hozzáadni. Mind a két jelöltnek a választások előtt nagyon nagy volt az elutasítottsága. Tehát ez nagyon fontos, hogy nagyon polarizált volt a társadalom abban a pillanatban. Érdekes, mert egyébként a friss felmérések is kijöttek, hogy ugye ezután a, a vasárnapi eseményeket követően az emberek hogyan beszélnek az ról az internetes portálokon. Tehát most már van olyan felmérésre lehetőség, ez engem is megdöbbentett, hogy van ilyen, hogy megnézik, hogy a Twitteren, a Facebookon, a WhatsApp csoportokban, mindenhol, ahol hozzá lehet férni, hányan beszélnek pozitív kontextusban, vagy negatív kontextusban egy adott szeméről. És az jött ki, hogy a boszonáról a folyó pozitív e, beszéd, az a 40 valahány pontos szintre, ez egy 100 pontos skál, skálán van, és 100 pont, hogyha csak pozitívan beszélnek valakiről, és nulla, hogyha csak negatívan, tehát 40 pontról, 20 pontra esett egy nap alatt. Pusztán a, a támadások miatt. Hát pont csak az, a, csak, hát az csak az történt. Csak az történt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberek, mikor látták ezt, és ugye online nem csak a bolsonaristák beszélgetnek, meg twittelnek, meg posztolnak, meg írogatnak egymásnak, hanem mindenki, minden brazil ezeket használja, valószínűleg magyarok is. És kit fejlesztettek egy olyan algoritmust, ami beméri azt, hogy az emberről milyen szempontból hogyan beszélnek. Szép, új világa fene igen, gondolta, igen, hogy világosan elmondták. Igen, igen. ez ezt, ezt, ezt tegnap engem is meglepett, hogy van egy ilyen módszertan, amit egy helyi felmérő cég rendszeresen mér, és azt mutatta, hogy bolsonaro például a választások második fordulója előtt volt a maximuma hogy a legpozitívabban akkor beszéltek róla. Ami a választások után elkezdett lassan lefele menni, és amikor voltak ezek a kamionos útlezárások, akkor először volt egy nagyobb mélypont, akkor onnan egy kicsit most visszajött, és most van a legújabb mélypontja. Hmm. Bolsonaro ennek az Egyesült Államokban van, és Igen. a legfrissebb hírek szerint gyógykezelésen is átesett kórházban. Igen. Van egy Igen. korábbi támadás, nyomát viseli Igen. még Igen. a teste. Politikailag ő képes lehet még visszatérni? Van benne ilyen ambíció? Látszik? Hát hivatalosan uh, ugye mondott olyat a kampányban, hogy ha nem választják újra, akkor visszavonul a politikától. Ez egyszer elhangzott a szájában, ez fent van a YouTube-on, ez a videó, ezt én is megtaláltam. De ez persze nem jelenti azt, hogy politikusok mondanak mindenféle dolgokat, uh, Brazíliában is, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt ő komolyan gondolta. Um, viszont uh, az biztos, hogy ha ő nem, akkor valakit ő ki fog jelölni utódnak, aki nincs kizárva, hogy mondjuk egy családtagja legyen. Ennek van hagyománya Brazíliában a, a dinasztikus politizálásnak? Nem jellemző, de hagyományt azért lehet teremteni, hogyha talál olyan fiúta az utódok környékén, és ugye van szenátor, van szövetségi képviselő, tehát többféle gyermeke van, aki politikai pályán fut és nem tartom kizártnak, hogyha ő mondjuk fizikailag, egészségügyileg, vagy politikailag eljut egy olyan szintre, hogy már nem akarja magát megmérettetni, mert mondjuk négy év múlva olyan lesz a helyzet, vagy három, amikor jelöltetni kell magát, biztos vagyok benne, hogy egy olyan komoly jelöltet fog az ők is pártcsoportja, politikai köre kiállítani, aki kemény versenytársa lesz a következő elnökválasztáson, vagy Lulának, vagy az őt követő következő generációnak. Hogy néz ki 8,5 millió Négyzetkilométeres országnak a, a közigazgatása. Például egy választást hogy lehet, akár elektronikusan is lebonyolítani. Itt olyan területek vannak, ahová átrepülni lehet fölötte, de bemenni nem. Ez így van. Tehát, hogy ha valaki Brazílián belül mondjuk meg szeretne tenni egy bizonyos távolságot, nekem volt szerencsém több mint 10 órát buszozni Brazília várostól Belo Horizonte nevezetű városig, ahol pont másfél óra lett volna repülővel, és több mint 10 óra volt busszal. És mindezt 550 kilométerről beszélünk, amit 10 óra volt busszal, mert nem, ilyenek az hát nem nagyon lehetett életveszélet volna száguldozni, mert olyan rossz állapotban van az infrastruktúra, tehát az úthálózata. Nagyon rossz állapotban van. Részben azért, mert nem költenek rá, részben azért, mert azért ott vannak olyan esőzések, fölcsúszámlások, amelyek hát folyamatosan... Hát megépíteni meg kell, mert el kell jutni A-ból B-be, különösen az a, a áruszállító kamionoknak, de... Veszélyes. Tehát fizikailag nem azért, mert kirabolják az embert útközben, hanem rengeteg baleset van ezeken az utakon alapvetően. Tehát ez egy, ez egy komoly probléma. Képes az állam mindenütt megszervezni a közbiztonságot, a közellátást, az adminisztrációt? Részben igen, de nem mindenhol azért részmentesen, finoman fogalmazva. Tehát vannak azért olyan részek Brazíliában, ahova a rendőr nem merészkedik be, csak hogyha tényleg egy ilyen speciális alakulattal, gépfegyverrel és könygázzal érkeznek bizonyos favellákba, mert másként nem mer bemenni az ember, mert sima mezei rendőrként besétál, azonnal lelövik. Tehát vannak ilyen, környékek. A választásokat és egyéb uh, ilyen közfeladatokat többi kevésbé azért meg tudják szervezni. Itt nagyon fontos, hogy itt az elektronikus szavazásról itt többször szó volt. Tehát ez az elektronikus választási rendszer, ez nem azt jelenti, mint mondjuk uh, Magyarországon, hogy valaki belép a magyarország.hu felületen az ügyfélkapuba, és ott nyom három gombot is leadja a szavazatát. Ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy van egy uh, nagyméretű uh, valamilyen szavazógép, ahova az ember be Üti, hogy igen, ez a szavazatom. Ugye ez egyénileg van kódolva, tehát minden ember az adott kis kódjával, egyszer tud egy ilyen szavazatot leadni, és az a gép, az az helyi adott választó körzet azon gépé leadott szavazatát, az urna, nevezük urnazárás pillanatában, azonnal megmondja, hogy ennyi volt erre jelöltre, annyi volt arra jelöltre, És ezek után viszik be a számítógépbe az eredményeket az adott választókörzetben. Tehát, hogy az elektronikus nincs 8 millió. Négyzetkilométeres ez ez a nagyon fontos, a rendszer, hogy ezek a rendszerek darab, darab. így van, nincsenek rákötve az internetre, tehát normál esetben ezeket feltörni úgy lehet, ha valaki oda megy, és azt a gépet feltöri. Tehát itt azt spórolják meg ezzel az, ez nevezzük elektronikus választással, választási rendszerrel, hogy nem kell a leadott papírcetliket széthúzni, hogy akkor itt van ennyi darab ebből, ennyi darab amabból. Tehát ők ezt spórolják meg. számlálni se kell, mert amit a gépbe egyszer benyomtak, az, az ott be van, van nyomva. Így van. Tehát ugye ez ilyen szempontból elektronikus a rendszer, hát nem véletlenül mondják, hogy 20 éve kiválóan működik, de ez egy 20 évvel ezelőtt kitalált rendszerről van szó, szóval, ami megspórolta a szavatot számlálásból adódó problémákat. Uh -huh. Mi adja a brazil gazdaság erejét? A nyersanyag? Igen. Élelmiszer? Ásványkincsek? Alapvetően igen. Igen. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy Brazíliában mi a tíz legnagyobb exporttermék, akkor ugye az előbb már korábban említett trópusi gyümölcsöket, ez szárított vagy rendes trópusi gyümölcsöket, különböző magvakat, tehát ugye a kesúdiótól kezdve egy csomó trópusi mag van, amit ugye mi is eszünk itthon, ha bemegyünk a sarki boltba. Van különböző egyéb élelmiszer, tehát a, szójától kezdve, szójababon keresztül, ugye a brazil marhahús ugye az egy nagyon fontos és nagyon jó étel, nem környezetbarát, de attól még az ízvilág az olyan, ha valaki szereti, akkor azt nagyon szeretni fogja, tehát az argentin sztéket valaki szereti, akkor a brazilt is szeretni fogja, és ezen felül rengeteg olyan ásványkincse van Brazíliának, kőolajtól kezdve a vasércen keresztül a különböző olyan nemes fémeken át, amik mondjuk pont lítium nincs náluk, de más ilyen értékes, ritka fém azért található. Ezek vannak a, a tíz legtöbb vagy a tíz legfontosabb termék kategóriájában. Ez alól egy kivétel van, ami nem ilyen nevezzük alacsony hozzáadott értékű terméknek, ez pedig az a gépgyártásuk, ami alapvetően az úgynevezett Embraer cégre épül, ahol az nem csak hadifelszerelés, ennek három része van az Embraernek, a polgári repülőgépgyártás, hadi repülő, repülőgépgyártás, és az ilyen magán a gyártása. És ezt teszi ki gyakorlatilag az ő exportjuknak a 15 át Ez, ez egy nagyon fontos. Cég. A Magyarországon, Magyarországon is bejelentettük, is hogy mi is katonai szállítógépeket, ha jól emlékszem, katonai szállítógépeket fogunk vásárolni, vagy talán már le is szerződtünk, nem tudom ez pontosan hogy áll de hogy ez az egyetlen egy olyan iparág, ami magas hozzáadott értékkel, nagyon komoly kutatásfejlesztéssel rendelkezik, és világszinte jó áron tud ilyen hozzáadott értékű terméket adni. Az összes többi az nyersanyag. Miért nem dolgozzák föl jobban? Nincs befektető Brazíliában, nincs rá saját előenergia? Erő? bizonyára lenne, tehát ez egy örök kérdés, hogy ugye azok az országok, akik nyersanyagot exportálnak, azok miért nem lépnek előrébb a, ezen a szinten, ugye, hogy minél jobban feldolgozott nyersanyagokat adjanak ki, adjanak el. Ugye ez részben abból is adódik, hogy vajon érdeke-e az adott, nem az országnak, hanem mondjuk a bánya tulajdonosnak, hogy ő ott elkezdjen valamit feldolgozó ipart hozzáépíteni. Vagy azonnal, azonnal megkapott pénzért eladja. Így van. Meg ugye nagyon fontos, hogy vannak olyan bányák, itt mondjuk jellemzően Peruban kell gondolkodni, meg Bolívia bizonyos területein, ahol konceszióban mondjuk kínai vagy európai cégek bányásznak. Nekik nem érdekük az, hogy a pénzt ott hagyják Peruban és Bolíviában, hanem azt a frissen a föld alól kihozott kőt, követ, azt felrakják egy konténerhajóra, szépen elviszik valahova, ahol feldolgozzák, ahol majd hozzáépítik az ipart, és hozzáépítik azokat a különböző um, technológiát igénylő um, feldolgozó ipari um, gyárakat gyakorlatilag, ahol kinyerik belőle az adott ércet. És ott profitot termel. És profitot termel abban az országban, ahol ő akar, és nem pedig abban az országban, ahol a nyersanyagot kiszedik. Ugye itt sokan elkezdtek már ezen gondolkozni, hogy csak úgy engednek be új Őkét, hogyha kötelezi őket, hogy legalább először 20, aztán 30, aztán 50 százalékban már valamilyen szintű feldolgozottságig el kell jutni. Csak hogy itt a feldolgozásnak vannak bizonyos hát, objektív követelményei, hogy mondjuk mennyi víz, vizet igényel ivóvizet. És hát vannak olyan területek Bolíviának, meg mondjuk Csillének, meg Perunak, ahol nagyon kevés ivóvíz van, szinte szárasság van. Tehát ahol bizonyos ipari folyamatokat egyszerűen nem lehet betelepíteni. Tehát vannak ilyen objektív adottságok is néha. Milyen Brazília gazdasági kapcsolatrendszer? Említette a kínaiakat, meg Igen. az európaiakat. Igen. Szóval kivel vannak ők kapcsolatban? A BRIC-nek tagjai? Hát tagja a BRIC-nek, ugye a BRIC az egy ilyen. 21 néhány évvel ezelőtt egy bankár által kitalált rövidítés, amely az akkori feltörekvő gazdaságokat próbálta meg egy sorba kötni. Azt gondolom, hogy ugye a BRIC-nek elvileg tagja Oroszország, meg Dél-Afrika, meg Kína, meg Brazília. Hát ezekből az országokból, ha mindegyiket külön vesszük, együtt nem érik el Kína szintjét. Tehát, hogy ezeket nem lehet egy most már 20 év elteltével egy csomagba kezelni. Úgyhogy én ezt nem is szoktam használni, ezt a kifejezést. De ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban ezzel nem nagyon kell foglalkozni, nem. mert ami a BRIC alapján elmondható lenne, az nincs. Ez hát, inkább egy már, Hát már túl, túl inkább az élet, inkább így mondanám a, a, briket ilyen szempontból. Tehát Kínát eleve nem lehet hova kivel besorolni, mert olyan speciális méreteit, gazdaságát, hadierejét, sok mindent tekintve, hogy ha már valahova be kell sorolni, akkor lassan az Egyesült Államokkal egy szintbe kell besorolni hát, Kínát. A hatalmas testű Brazíliával sem mérhető össze? Hát nem igazán, mert a hatalmas méretű Brazíliában rengeteg ásványkincs van, viszont lakosságot tekintve meg üres. Tehát ha megnézzük, hogy mondjuk a Lisszabontól Szentpétervárig és Norvégiától Algériáig hány millió ember él az Európai Unió és az azon kívüli nevezzük szatellitállamokban, hát nem összehasonlítható a 200 milliós Brazíliával. Tehát Brazíliának bizonyos területei, ugye Amazonas meg egyéb területek, azok szinte üresek európai mércével nézve még mondjuk Kína, a maga 1,2 milliárd, nem tudom, hol tartanak éppen a kínaiak, országukban, meg már szinte nincs hely, hova mm. tudnának. Tehát, hogy teljesen más a, Tehát nem, nem nagyon lehet összehasonlítani őket. Tehát visszatérve a brazília gazdasági kapcsolataira, ugye külgazdasági kapcsolatok. Ugye volt az, az időszak különösen Lula idejében, amikor megpróbáltak ebből az Európai Uniós és amerikai függéstől egy kicsit elszagadni, és ezt a Lula nagyon jó kihasználta ezt a BRIC -t bric kapcsolatos uh, uh, hype-ot, nevezzük így, és elkezdett olyan gazdasági kapcsolatokat építeni az úgynevezett globális déllel, amiben beleszámított Kína, India, különböző korábbi portugál gyarmatok, tehát a országok, Angolától kezdve, stb. Um, és a helyi dél-amerikai, latin -amerikai országokkal, hogy megpróbálja egy kicsit az amerikaiaktól és az EU-s országoktól való függést csökkenteni. Most ez olyan jól sikerült, hogy gyakorlatilag a, az ő utódjának, Dilma Rousseffnek az idején, ez már egy kínai függésbe ment át, az amerikai és EU-s függésből kínaivá. Méghozzá, hogy az egyes számú korábban egyes számú külkereskedelmi kapcsolata volt az USA, utána jött az EU, és utána jött mindenki más. Ez oda jutott a 2010-es évek közepére, hogy hogy Kína már magasabb szinten volt százalékos arányban, mint az Egyesült Államok 20 évvel vagy 15 évvel korábban. Tehát több, mint az egyharmada a teljes kivitelnek az Kínába ment már. Azért az egy elég kemény függés, tekintve, hogy mondjuk a világ túloldalán lévő országról van szó, ahol mindent hajóval kell vinni. Most el lehet képzelni, hogy micsoda hajóforgalmat generált ez ez a típusú um, kereskedelem, amúgy a volumenjében is nőtt az azt megelőző 15 éven keresztül, és második helyre ment le az USA, és harmadik helyre a különbözőt az EU együtt. Ha az EU külön tekintenénk az EU országait, akkor persze sehol nem lennének, de együtt a harmadik helyen vannak körülbelül. Mm. Tehát ez egy nagyon komoly átalakulás, és az elmúlt pár évben ugye Covid, Brazíliának Brazil, volt egy három éves komoly gazdasági válsága, 2013 10 évek végén ebbe a Kína aránya egy picit csökkent, de még mindig 25% körül van. Az esőerdők kérdését hogy látják Brazíliában? Mert mi itt úgy látjuk, hogy mindenáron meg kell védeni az esőerdőket, de lehet, hogy az ott élő befektetők, meg az ott élő emberek ezt teljesen másképp gondolják. A brazil esőerdők az egy nagyon speciális kérdés. Értelemszerűen globális mértékben meg Európával nézve, ez egy biodiverzitást tekintve, a, a oxigéntermelést, a, a globális felmelegedés elleni küzdelemben, ez mindezek ezek nagyon fontos dolgok, amiben az amazon az esőerdőnek megvan a speciális szerepe. De tény, hogy nekik szerintem, tehát a helyi dél-amerikai országoknak, mondjuk az Amazonas nem csak Brazíliában van, hanem a körülötteli országokban, Venezuela, Kolumbia, Peru, tehát mind van, Ecuadorban is mind van esőerdő, Amazonasnak bizonyos területei. Tehát ezeknek az országoknak ez egy közös érdeke, hogy az Amazonas megmaradjon valamilyen szinten, mert ha nem, akkor ugye az a klíma, meg azok a klimatikus rendszerek, amik ott most működnek, azok nem fognak működni. Tehát, hogy nekünk is persze érdekünk, de nekik is érdekük kellene, hogy legyen, hogy az amazonaszi őserdőt valamilyen szinten konzerválni tudják. Na most ez egy, ez egy mondjuk éghajlati szempont. És van egy másik szempont, hogy azért az amazonasi őserdőben azért vannak őslakosok, akik már a spanyol, portugál, francia, brit, holland, stb. gyarmatosítókhoz képest több ezer évvel korábban ott élnek, és saját kis ökoszisztémájuk volt, és többek Többé-kevésbé normálisan együtt tudtak élni az ottani amazonaszi adottságokkal, ami korábban sem volt sokkal jobb, mint amit most egy őserdőben valaki elmegy. Tehát mérges kígyók, kajmánok, stb. minden, ami ott van, azért az, az tud veszélyes lenni. Ők ezzel együtt tudtak élni, és ott termeltek, haláztak, és, és túléltek, és jól éltek a mondjuk a. 1500-as évek elején történt, portugál gyarmatosítás ideig. Ugye a spanyolok kicsit korábban megérkeztek, de ők nem az esőerdő részére érkeztek meg. És utána, ugye nekik egy nagyon érdekes dolog, erre majd mindjárt rácsatolok, hogy miért. Ugye az ottani. Öm, öm, ugye mi indiánoknak nevezzük, de azért őslakosoknak nevezzük ö, ö, hivatalosan, nekik körülbelül a 90 uk meghalt pár évvel a gyarmatosítók érkezését követően. Így van, Így van. Ugye olyan vírusokat hordoztak be a spanyol, portugál és egyéb gyarmatosítók, amikkel az ő testük nem volt felkészülve, és itt az influenzától kezdve, a szifiliszen és minden más dolgon keresztül más immunrendszeri adottságokkal rendelkeztek, és pillanatok alatt futótűzként végigfutottak ezek a vírusok és baktériumok ezeken a lakosságokon, és pillanatok alatt eltűntek, és üres lett a kontinens, amit utána a spanyolok meg a portugálok, hát ugye fekete afrikai rabszolgákat hordoztak be, hogy legyen valaki, dolgozzon nekik. Mert ugye az indiánok vagy meghaltak, vagy leharapták a saját nyelvüket, hogy ne Rapszolgaként dolgozniuk. És ezek után jött egy COVID, ami szintén egy hasonló, kívülről érkező, a vírus volt, ami ellen egyébként nem nagyon volt, ugye nekünk európaiaknak se immunrendszeri válaszunk, ehhez képest az amazonaszi őserdőben élő őslakosoknak még kevesebb volt, és ha valaki visszaemlékszik, a pár hónappal a, ugye az európai pánik után, ugye 2020, nem tudom, március-áprilisban jöttek ezek a mindenki lezárunk, úristen, zombi apokalipszis, na most ott tényleg megtörtént az, hogy az emberek, mint a legyek úgy hullottak, ez részben azért is volt, visszatérve a közszolgáltatásokra, mert nincsen normális állami egészségügy Brazíliában, nagyon minimális van, és ha valaki az őserdő közepén él ott, még annyi sincs. Tehát ahhoz, hogy eljusson egy orvoshoz, kell mennie egy hetet. Hát egy hetet nem, de először hajóval el kell menni a legközelebbi, vagy kenúval inkább így mondanám, a legközelebbi közepes méretű városig. Ott be kell szállnia egy kis repülőbe, amilyen 6-8 fős kis repülő, ami elviszi egy nagyobb városig, ahol az első orvos meg tudja nézni. És az még nem kórház, hanem egy orvos. Uh -huh. És a legtöbben el sem mentek. És ha valaki megnézi, hogy Manaus környékén, ugye az amazonaszi um, szövetségi állam Brazíliában, a Manaus a fővárosa, egy, kevesebb, mint egy év alatt duplájára nőtt a temető mérete. Műholdas felvételekben meg lehet nézni. Sokkal kisebb ország, de ott is történés van. Peruban mi történik most? Hát szerintem ezt a perúlyák se tudják. Ugye volt egy Pedro Castillo nevezetű elnöke, ugye itt már múlt időbe kell róla beszélni, tavaly decemberig, kevesebb, mint másfél évig húzta, vagy körülbelül másfél évig húzta elnökként. Ugye eleve, hogy ő hogy lehetett elnök, már ez egy külön sztori, mert az elmúlt mondjuk öt elnök választás Um, az úgy nézett ki, hogy a korábbi diktátor elnök Fujimori-nak a lánya, Keiko Fujimori volt mindig egy elnök jelölt, és vele szembe indult sok jelölt. És a sok jelöltből az első fordulóban kihullott mindenki egyet és Keiko Fujimori mindig első vagy második helyen végzett, és mellé becsúszott valaki, a második fordulóra. És a második fordulóban pedig az emberek jelentős része, mindig 50% fölötti aránya, bárkire szavazott, csak ne Fujimorira. És így lettek egymás után különböző, hát nem túl kompetens elnökei Perúnak. Ugye megnézzük az elmúlt öt évben már ötödik elnökét tapossa perú. Um, ugye így nem, a szelekció nem volt a legjobb az elnök választás során, de mindenki úgy volt vele, hogy bárki csak ne a Fujimori. Most Pedro Castillo pont ugyanúgy került a hatalomra, pár tízezer szavazat különbséggel, ami tényleg minimális különbség volt, tehát azért mégiscsak egy majdnem 40 milliós országról beszélünk, tehát ott pár tízezer szavazat az egy kerekítési hiba határ. Újra számolták a szavazatokat, és, és, tényleg Pedro Castillo nyert, aki egyébként a helyi kommunista pártnak volt a jelöltje, egy szakszervezeti vezető volt, egy tanár ember de semmiképpen nem volt politikus, tehát előtte semmilyen választott funkciót, semmilyen vezető funkciót nem töltött be. És így került az ország élére elnökként. Ennek a kommunista pártnak a vezetőjét tette meg miniszterelnöknek, ez körülbelül két hónapig bírta az úriember, utána őt is lemondott, leváltották. Ez azért vagyok kicsit bizonytalan, hogy ki mikor váltódott le, mert a a 17 hónapos elnöksége alatt 80 minisztere volt öt különböző kormányfővel és kormányjal, tehát már nem lehetett követni, hogy ki, mikor, hol van valamilyen kormány pozícióban, vagy nincsen. És a végső utolsó lépést, ugye több többnek megpróbálták őt, mint a Trumpot is impeachment tehát alkotmányos vádemeléssel leváltani. Az utolsó, amikor már úgy tűnt, hogy tényleg ez össze fog jönni december elején, akkor Pedro Castillo megpróbálta ugyanazt megtenni, mint Keiko Fujimori-nak az apukája, Alberto Fujimori, úgynevezett önpucsot akart végrehajtani. Ez mit jelent az önpucs, hogy feloszlatja a kongresszust, új választásokat ír ki bizonyos idő elteltével, és átveszi a teljes hatalmat, és dekrétumokkal, tehát rendeletekkel kívánt volna kormányozni az azt követő 6-12 hónapban. De most nem jött össze. Hát ez nem jött össze, ugye Alberto Fujimori ezt 92-ben jól megszervezte, mert a katonaság és a rendőrség ott volt mögötte, és szétzavarták a kongresszust, és attól fogva az volt, amit Alberto Fujimori mondott. Ezért egyébként ő most is a börtönbüntetését tölti többek között, ezért is. Most ez Pedro castillo annyira nem jött össze, hogy már a a, amikor már a tévében már mondta a, a, felolvasott szöveget remegő kézzel, már akkor a rendőrség meg a katonaság már odafordult a legfelső bíróság és a kongresszus felé, hogy most akkor itt most mi történt. A kongresszus azonnal összeült, és a legfelső bíróság egyből hozott egy döntést, hogy amit a Pedro Castillo mondott az alkotmány ellenes és ebben a pillanatban pár egy óra különbséggel a kongresszus felismentette őt, és már le is tette a hivatali esküt az alelnöke elnöknek, és amikor ő a mexikói nagykövetség felé már a kocsiban ült, hogy a menekülőre fogtam mert ő is sejtette, hogy ennek nem lesz jó vége, akkor a rendőrök gyakorlatilag elkapták, de ha elért volna a mexikói nagykövetségre, nem jutott volna be, mert tüntetők körbevették a mexikói nagykövetséget, mert híre ment online platformokon, hogy oda tart, és több ezer ember kivonult, hogy nehogy elérje a mexikói nagykövetséget. Latin Amerikában nem egy nyugalmas állás politikusnak nem, nem, lenni nem. ezek szerint. Nem, hát az biztos, hogy nekem is folyamatosan figyelnem kell az eseményeket, már néha én is csak kapkodom a fejemet egyik pillanatról a másikra, hogy mi történik. Ez volt vasárnap este is, hogy így hirtelen csak este tízkor kaptam egy üzenetet, hogy nézed a híreket? Mondom, nem, nem nézem, és, és akkor láttam, hogy mi folyik Brazíliában. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi tanára volt az Inforádió vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmetek, szerdeti bor vagyok.